Induláskor 4,5 milliárd forint volt Nyírbátor idei költségvetése, amely évközben beruházásoknak és ingatlan értékesítéseknek köszönhetően 6 milliárdra emelkedett. A legnagyobb beruházás a Bátori bővítése volt, 1,3 milliárd forintos állami és egyházi forrásból egy tornacsarnokot, 9 új tantermet, konyhát és ebédlőt kapott az intézmény. A megye egyik legnépesebb települése 2018-ban ünnepelte városi rangja visszaadásának 45. évfordulóját. Több fejlesztés és beruházási elképzelésünk volt ebben az évben, és szerencsére pozitívan mondhatom, hogy az előkészített projektek nagy részét sikerült évvégére lezárni. Ebben vannak létesítményfejlesztések, vannak infrastrukturális beruházások, és nagyon sok projektet is sikerült előkészítenünk a következő évre, ami nyilván egy másik nagy feladat lesz majd. Amit én még pozitívumként erről az évről mindenképpen el kell, hogy mondjak, hogy a város gazdasága tovább erősödött. Ebben az évben is több olyan termelő csarnokot tudtunk átadni, ami emberek százainak ad munkát, nem csak itt Nyírbát, hanem a térségben is. És ez a fajta növekedés természetesen hozta magával a bérek erősödését is, ami azt gondolom, hogy talán a legfontosabb eredmény. És amit még ebben az évben mindenképpen ki kell emelni, hogy ebben az évben ünnepelt a város 45 éves évfordulóját, a második várossá válásának. Ezért egy hosszú rendezvénysorozaton vagyunk túl, ünnepeltünk helyiekkel, elszármazottakkal, szakemberekkel. Szóval azt gondolom, hogy programban is és fejlesztésben is nagyon gazdag volt ez az év. A legnagyobb beruházásunk ebben az évben a katolikus gimnázium épületének átadása, bővítése, ami azért is fontos, mert nem csak egy iskolai nevelési intézmény bővült, hanem egy újabb sportlétesítménye lett a városnak. Aztán elindult végre egy olyan körforgalom építése, amely még ugyan a napokban tart, és remélhetőleg rövid időn belül befejeződik, ami az egyik legveszélyesebb csomópontnak az átépítését jelentette, de emellett több iskolánk, óvodánk felújítása történt meg ebben az évben, ami azt gondolom, hogy egy város számára legfontosabb, hogy a nevelési feltételek a gyerekek számára minél magasabb színvonalon legyenek, és ez sikerült. A fejlesztések 2019-ben is folytatódnak, mivel több nyertes projekt mellett előkészítés alatt is állnak pályázatok. Tovább folyik az intézmények felújítása, a következő évben bölcsőde bővítése, kapacitása duplázódik meg, ifjúsági családi központot fogunk kialakítani, hogy a fiataloknak legyen kikapcsolódási, szórakozási lehetőség, és nagyon sok infrastrukturális beruházás lesz. Elkezdődik végre a város elkerülő útjának az első szakaszának a megépítése, fejlesztjük az ipari parkot, ugye ezt nem kell mondanom, hogy ez Nyírbátorban rendkívül fontos, de egy nagyon komoly belső kerékpárút hálózat fejlesztési program is megindul, hiszen most már nem csak a külső településekről a bekötőutak épülnek meg kerékpárutak tekintetében, hanem a város belterületén is szeretnénk kialakítani a biztonságos közlekedést, és ezért a járdák, az gyalogátkelők, zebrák és a kerékpárutak építése az a jövő év nagy feladata. Nyírbátorban mindent meg akarnak tenni azért, hogy helyben tartsák a fiatalokat. Ezt szolgálná a jó ideje napirenden lévő önkormányzati bérlakás program is. Ezt az önkormányzat hitelből szeretné elindítani, mi a tervekkel már évek óta készen vagyunk. Idei évben is benyújtottuk a kormány engedélyére a kérelmet a hitel jóváhagyására. Napokban várjuk, hogy ez megtörténjen, de született egy döntés a képviselőtestületnél, hogy ha amennyiben a hitelt nem hagyja jóvá a kormány, akkor befektetői forrásból ezeket az önkormányzati bérlakásokat elkezdjük építeni, hiszen erre nagyon nagy az igény, és csak úgy tudjuk helyben tartani a fiatalokat, hogyha biztosítunk számukra olyan bérlakásokat, ahol ők meg tudják fizetni a helyben maradás költségeit abból a fizetésből, amit itt a munkahelyeken megkapnak. A polgármester elmondta, a tervek szerint 2019-ben is 6 milliárd forint körüli költségvetésből gazdálkodik majd Nyírbátor városa.